Hosszú hetek után Malajzia és Indonézia mégis hajlandó befogadni azt a 7000 menekültet, akik a nyílt tengeren hánykolódnak, mert az embercsempészek magukra hagyták őket, élelem és víz nélkül. A dél-kelet-ázsiai országok azután léptek, hogy az ENSZ több szervezete is keményen beszólt, és embertelennek nevezte, hogy a menekültekért semmit sem tettek. Siklós András összeállítása. Ez az a képsor, amely néhány napja hihetetlen felháborodást váltott ki a világban. A tájföldi haditengerészet egyik hajója vontat egy menekültekkel zsúfolt csónakot, csak nem a tájpartok, hanem a nyílt tenger felé. Tájföld Kerek Perec kijelentette, több tízezer menekültet fogadtak már be eddig, most próbálkozzanak máshol. A menekültek egy része Bangladesből jön, ahol nincs munka és nem tudnak megélni. A többiek pedig a többségében buddhista Myanmarból, a korábbi Burmából. Ők az egymilliós rohingya kisebbség tagjai, ám jogfosztottan élnek Myanmarban, ráadásul muzulmánok. Ezért is akarnak eljutni a muzulmán többségű Malajziába vagy Indonéziába. A gondokat az okozta, hogy a tájföldi hatóságok megelégelték a szervezett emberkereskedelmet az Andamán tengeren, és nemrégiben lecsaptak az embercsempészekre. Ők pedig, hogy mentsék a bőrüket, élelem és víz nélkül a tengeren hagyták a menekültekkel teli hajókat. Idén tavasszal 25 ezer menekült próbált szerencsét. Az utóbbi hetekben 2500-an értek partot, vagy úsztak partra Indonéziában, ahol az ENSZ menekültügyi főbiztossága ideiglenes táborokat állított fel. A legtöbb bangladesi munkát kereső bevándorló, akik, amint lehet, haza akarnak menni. A hazájukban üldözött rohingyákat viszont politikai menekültként kell kezelni, mondja az ENSZ képviselője. Ha nem is végleg, de átmenetileg megoldódott a menekültek helyzete. Tájföld, Malajzia és Indonézia megállapodott, hogy kimentik azt a mintegy 7000 embert, aki még mindig a tengeren hánykódik. De csak Indonézia és Malajzia fogadja be őket, és nemzetközi segítséggel egy év múltán visszaküldik őket hazájukba. Siklós András, 7/24.